dugát. Jones védekezik jól. Baki is a pályán, Medvének osztja ki a sarokból, bedobja a hárompontost. Kovács Ákos Somogyi mellett fölteszi, és be is dobja Kovács. Az viszont jó Körtélyesinek, aki egyből dobja, és be is dobja Kovács. Még tovább Körtélyesi, ez is tripla. Jones. Evensnek ez jó labda. A leosztás is Körtélyesinek. Kovács Ákos. Jó a középtávolia. A legmagasabbra. Aztán eladja a labdát. Kovács. Bader mellett ezúttal bedobja. Ben 6-26-ra módosítja a mérkőzés állását. És megszületik Henry Dugat első mezőnkosara, ami Körtélyesi kapja. Bent középen Markovics, Lazarik Jones-szal. Markovicsnak azért van némi fizikai előnye Jones-szal szemben. Ezt pedig kihasználja Dugát. Nem tudja Vojvoda megállítani. Markovics hárompontos. Dugát ott marad egyedül, Keller ugyanis leváltott róla. Körtélyesi passzába nyúl bele Lazarik Jones. Markovics. Dugát nagy lendülettel, ő pedig befejezi. Lazarik Jones, nem jó a passz. Evans. Nem válik meg a labdától, befejezi egyedül. Hát teljesen megfordult a játék képe. Most mintha a Paks lenne az olaj. Szabó Zsolt pedig még közelebb hozza a paksi együttest. Lepattanó Evansnél. Plusz egyel bedobja. Kovács Ákos törne be. Ketten vették közre Medve Máté a sarokból. Bedobja Medve Máté. Ennyi a véget, 29-33-ra vezetik a lepattanó csatát. Kovács Ákos pedig dob egy triplát, amivel 59-56. 3 másodperc, Szabó kihagyja. Evans küzd a lepattanóért. Végül Evans dobta be, az elején elkezdődött. Kovács Ákos mindazonáltal bedobja a triplát. Kovács Ákos nagy lendülettel, Körtélyesi tiszta dobó helyzetet értékesít, ez egy tripla volt.